Többszöri halasztást követően végre megrendezték a trianoni békediktátum évfordulója alkalmából életre hívott konferenciát Cegliden a Városháza dísztermében. A rendezvényre eredetileg a centenárium alkalmából került volna sor, de sajnos a járvány miatt csak most tudták megtartani. A gyalázatos békediktátumról sokan sokféle módon nyilatkoznak, de az ahhoz vezető történésekről és a következményekről kevesebbet tudunk. A konferencia ezekkel kapcsolatban nyújtott hiteles információkat a meghívott előadók segítségével. Dr. Csáki András polgármester is köszöntötte a résztvevőket. 101 esztendő. 101 év éppen elegendő ahhoz, hogy már senki se lehessen közöttünk, aki tudatosan átélhette a 20. század egyik legkegyetlenebb magyar tragédiáját. Ez akár azt is jelenthetné, hogy megvan a kellő távolságunk és megvan a rálátásunk az eseményekre. Trianon azonban 101 esztendős távolsága ellenére sem vált bennünk történelemmé. Bár megvan az időbeli távolság, de nincs meg a gondolati távlat, a szemléleti higgadság, és nem is lehet. 1990 előtt, közel 50 éven át az agyak kiüresítése volt az egyik fő cél. Trianon személyes átélőit megfélemlítették, hogy még családi körbe sem nagyon beszéljenek életük tragikus élményéről. A politika megtette a hatását. Trianon egy nemzet emléktelen emlékévé vált. Milliók tudnak valamit, de nagyon kevesen a teljes igazságot. A rendszerváltoztatás sok korábbi gátat ledöntött, de a szándékosan kialakított tudatlanságot egy csapásra nem oldhatta meg. Azt is el kell ismernünk, hogy általános magyar problémává vált, szakértői higgadsággal szinte semmiről sem lehet beszélni. A korábbi tudatlanságból neofita gőg lett. A trianoni békediktátum egy olyan tragikus esemény volt, ami mélyen beleívódott az emberekbe, hiszen egy ország elveszítette a területének a kétharmadát, magyar nemzetiségű lakosságának pedig egyharmadát, és ez nehezen feldolgozható, fogalmazott a levezető elnök, dr. Szakály Sándor, történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója. Ennek a veszteségnek azért volt, ha szabad így fogalmazni, egy sajátos üzenete, nevezetesen az, hogy a két világháború közti magyar társadalom szinte minden tagja egyetértett abban, hogy ez a békediktátum elutasítandó, és revízió szükségeltetik, felül kell vizsgálni. Nem biztos, hogy minden területet vissza lehet szerezni, de meg kell valamit próbálni, és ebben nem volt különbség az emberek között. Lett légyen valaki izraelita, református, katolikus, szegény vagy gazdag, katonatiszt vagy mérnök, gyáros vagy tanító. Én azt gondolom, ebben teljes egyetértés. A másik pedig az, hogy egy nemzet miként képes egy ilyen helyzetből kimászni, kilábalni, miként képes meghaladni a trianoni traumát, és miként lesz a két háború között 1938-ra Európa középmezőnyéhez csatlakozó ország. A másik pedig az, hogy 1945 után, amikor egy 38 és 41 közötti sikeres időszakot tekintve, hiszen a revízió részben megvalósul, visszatérnek a területek Felvidék, Kárpátalja, Észak-Erdélye, Keleti országrészek, Délvidék, ismét visszáll a trianoni állapot. Ha területileg nézzük, még két települése, hogy el is veszítünk, úgymond Magyarország, Csehszlovákia számára, és az emberek tudatából, hogy kezdték kiölni, én így fogalmazok. Nem kell foglalkozni ezzel a nemzeti múlttal, nem kell ezzel a tragédiával foglalkozni, hiszen majd az új világ, az új rend, a szocialista vagy a kommunista világ ezt megoldja, nem oldotta meg, és én azt gondolom, hogy nekünk napjainkban is emlékezni kell erre a tragikus eseményre, tudomásul kell venni, hogy a történelem túljutott már ezen, hogy itt valami jelentős változás legyen, de nem szabad a határon túlon élő honfitársainkat, nemzettársainkat magukra hagyni, lélekben és ha lehet, minden formában együtt kell velük lenni. A konferencia előadója volt dr. Anka László, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos munkatársa is, aki a Huszár kormány és az Apponyi Albert vezette delegáció béketárgyalásokra való elindulásáról beszélt. Majd dr. Kovács Kálmán Árpád, tudományos munkatárs fejtette ki előadásában a Trianon és a magyarországi vízügy kapcsolatát. Ezt követően dr. Újvári Gábor, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos munkatársa a Trianon Magyarország kultúrájára gyakorolt hatásáról beszélt.
Mindenképp óriási hatással volt, hiszen a magyar kulturális intézményrendszer 4 részre szakadt Trianon után, csehszlovákiai, romániai, jugoszláviai, ezt szerb-horvát-szlovén királyságnak nevezték még 1929-ig, és magyarországi részre. Ausztriáról azért nem beszélek, mert ott különösebb magyar kulturális élet, azon túl, hogy néhány magyar iskola létezett, nem volt. Tehát szétszakadt a korábban egységes magyar kultúra, ami azt is jelentette persze, hogy bizonyos szempontból gazdagodik, hiszen kialakult egy felvidéki magyar, egy erdélyi magyar és egy délvidéki magyar kulturális élet, ami mindenképpen haszonnal járt. Azt mondhatjuk, hogy Magyarország sok szempontból kedvezőbb helyzetben volt Trianon után, mint Trianon előtt. Kedvező helyzetben volt, hiszen a kulturális mutatói sokkal jobbak voltak 1920 után, mint azt megelőzően. Ugyanakkor mindez óriási veszteségekkel járt, mert arra gondolunk, hogy a magyar műemlékeknek a nagy része, váraink, kastélyaink döntő többsége a határon túlra került. Magyarországon a barokkor előtt szinte alig maradtak műemlékek, vagy ha arra gondolunk, hogy olyan nagy magyar kulturális múlta rendelkező városok kerültek határon túlra, mint Nagyvárad, Kolozsvár, Temesvár, Arad, Marosvásárhely, most csak az erdélyeket soroljam, de a felvidéken mondhatnám Kassát, Pozsonyt, Losoncot és még jó néhányan. Tehát ezek mind-mind rendkívüli veszteségekkel jártak. Majd Csáky Pál felvidéki író, politikus vette át a szót. Ő úgy fogalmazott, a trianoni békediktátumnak rengeteg hatása volt határon innen és határon túl is. Tudati hatásai a kisebbségben élő magyar reggeltől estig tudatos döntésekre kényszerül, és ez a gyengéket elsodorja az asszimiláció felé. Ezért próbáljuk politikai és kulturális eszközökkel is megtartani a közösségünket. Gazdasági hatásai is vannak, hiszen jól működő régiókat vágott szét ketté a határ. Gömör vagy a Csallóköz is felvidéki vonatkozásban annak idején az ország közepén volt, és most pedig szétvágva perifériára került, tehát évtizedek óta szenvednek ettől a helyzettől. Most az Európai Unióba próbáljuk a határon átívelő együttműködés formáival egy kicsit helyrehozni azt, amit lehet, az infrastruktúrát is, a gazdasági együttműködést is, és az egyéb önkormányzatok közötti együttműködéseket is. És hát a lényeg az, hogy az önbecsülésünknek tartozunk azzal, hogy nem szabad feladnunk. Tehát mi egy család vagyunk, egy nemzet vagyunk, miféle ember az, aki megtagadja a családtagjait. Mi továbbra is ugyanolyan magyarnak valljuk magunkat Pozsonyban, Léván vagy Kassán, mint önök Cegléden vagy a Budapest, esetleg Szeged polgárai. Más körülmények között élünk, de azért is örülök annak, hogy itt vagyok ezen a konferencián, hogy hangsúlyozzam, egy kultúrnemzet része vagyunk, és ebből nem engedünk. Magyarnak lenni kisebbségként mindig kihívás, de abban az országban, ahol élnek a magyar ajkú és nem magyar ajkú állampolgárok, kulturális interakciókkal, politikai együttműködéssel lehet erősíteni az összetartozást és az együttműködést. Én 8 évig voltam szlovák miniszterelnök helyettes, tehát szlovák köztársaság miniszterelnök helyettese. Én voltam a felelős, hogy Szlovákia bejusson az Európai Unióba, tehát azt azért becsülik oda át is. Időközben írok is, meg előtte is írtam szép prózát is, most jelent meg egy kötetem szlovák nyelven, amit a köztársasági elnök asszony fog bemutatni majd Pozsonyban. Ez a felvidéki magyarság életéről szól, az elmúlt 100 évről, egy család története formálisan. Tehát minden eszközt meg kell ragadnunk arra, hogy a többség elé is oda tudjunk állni, hogy versenyképesek vagyunk, és hogy vannak olyan gondolataink, amelyekre építeni lehet. És ha ezt ők lépésről lépésre elfogadják, akkor talán előbbre tudunk jutni. A konferencián előadást tartott Perczel Olivér, levéltáros is, Cegléd 1919-es román megszállásáról. Végül dr. Kürti György nyugalmazott gimnázium igazgató előadása zárta a konferenciát. Ő a ceglédi Kossuth Lajos gimnázium menekült tanárairól és diákjairól tartott előadást.